Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. And Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off. I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recording unit of the Nostromo. Jelen pillanatban nem vagyok egyedül, itt van nekünk is. Sziasztok! Ja, együtt fogunk horrorkodni egy kicsit. Nagyon szeretem a horror játékokat, viszont nagyon keveset játszom velük, mert nagyon adok egy jó horror játékra, úgy kb. Az utolsó horror játék, olyan játszottam, az a Dead Space sorozat volt, és azt nagyon élveztem. És azóta nem igazán találtam horror játékot, úgyhogy most ott tartunk, hogy íme egy horror játék. Nem csak azért, mert hogy horror a műfaj, és jónak ígérkezik, sokan láthatok trailereket, bemutatókat gondolom, hanem azért is, mert ez Alien, és az Alien az egyik kedvenc film sorozatom számomra, tehát ami Alien volt, én azt mind láttam, és sőt, még olvastam is, úgyhogy... Ezért is úgy döntöttem, hogy választottam ezt a játékot. Nos, és hogyha kedvetek van, akkor lehet ebből egy végigjátszást nyomni. Hogyha szeretnétek engem látni, miközben játszok, magyarázok, stb. Esetleg megértettem a témát, azok, akik játszanak a játékkal, szeretnétek ezt látni tőlem, akkor csináljuk úgy, hogy érjük el a 200 lájkot. Ha nem érjük el a 200 lájkot, akkor nem lesz végigjátszás, akkor ez lesz egy videó, és akkor lesz egy ilyen kis intrócska. De ha elérjük a 200 lájkot, mondjuk Facebook, YouTube összesen, akkor folytatom és végigjátszok a játékot. És igyekszem ezt egy professzionális szinten csinálni, szóval elmagyarázni a dolgokat, mi hogyan kezdődik, hogyan indul, miért úgy indul, és a többi. És hogy értsétek egyrészt a játékot, úgyhogy folyamatosan legyen egy kommentár, mert itt ezt most én live-ban csinálom, szóval minden új. És nem igazán fogom tudni, hogy mi történik, de úgy igyekszem átadni a történetet, hogy egy kicsit szokjam én is eleve a live kommentárokat. Hogy egy kicsit utolérjük magunkat, a téma, ugye fiatalabb nézőink valószínűleg fingjük sincs, hogy mi az első Alien, illetve hát tudják, hogy mi az Alien, valószínűleg páran látták is a játékot. A filmet látták is, egy páron a filmet, de nem biztos, hogy emlékeznek rá. Úgyhogy jönnek is memória frissítés, hogy kerülünk mi a képbe. Szóval, ő itt a főszereplő, akivel játszunk, ez Amanda Ripley, és nem tudom hányatoknak tűnt fel, de a második részben, a bolygó neve Halálban kiderül, hogy Ripleynek bizony volt egy lánya, Amanda néven hallgatott, és ő bőrébe bújhatunk most. Aki szintén ugye a Weyland Yutani Corporationnek dolgozik, vagyis vállalatnak dolgozik, és most fel lett neki ajánlva, hogy megtalálja az anyját, mert ugye mi lett az első résznek, tehát az Aliennek, 8. utas a halálnak a vége, az, hogy Ripley kérem szépen kilőtte magát az űrbe. Csak volt ugye egy csavar, aki látta a filmet,
az tudja, hogy Ripley bizony kilökte az alien barátunkat az űrbe, és a hajónak a hajtóművével egy kicsit megsütötte. Úgyhogy azt nem tudjuk egyelőre, hogy hogy kerül be az alien a képbe, tehát a sztori az ott válik érdekes, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kerül az alien a képbe, mert hogy Ripley elméletileg elpusztította. Na most a lényeg az, hogy Amanda úgy kerül a képbe, hogy ugye Ripley eltűnt, hagyott üzenetet, a videó ellenőtt hallhattátok, ezért is nem volt, nem mondtam semmit, hogy ugye kicsit emlékeztető, hogy Ripley milyen üzenetet hagyott utoljára, mikor kilőtte magát az űrbe. Ugye őt 70 évvel később találták meg a bolygó neve halálban, addigra a lánya már meghalt, és most gyakorlatilag a lánya egyrészt, hogy kinyomozza, hogy mi történt ezen a űrhajó bázis, bánya űrhajó féleségen, és először megtalálja az édesanyját. Szóval, ja, egyelőre így tartunk, úton vagyunk az adott történet kiderítése felé, tehát úton vagyunk a bánya felé, és egyelőre ugye kicsit felmérjük a terepet, szokjuk az irányítást, érzékelhetően van egy kis csúszás az irányítás és a gomblenyomás között, hogy úgy mondjam, úgyhogy Taylor, good morning. Ripley, it said me not good. Egyelőre így állunk. Az önlap részeknél, ami nem igénye különösen magyarázatot, mindenképpen el fogom hallgatni, hogy inkább érzékelhetőbb legyen a jelenet súlya, és azt kell, hogy mondjam, hogy remélem az játék tényleg nagyon jó lesz, nem nagyon szoktam survival horrorokat játszani, nem tudom, hogy mennyire fogok meglepődni, vagy röhögni, vagy ilyesmiket, nem vagyok az a nagyon félős fajta, de ha van egy beszaros jelenet, akkor valószínűleg beszarok én is, úgyhogy beszarunk együtt, jó, és nem kell arra mennem igazából. It's okay. És ja, hát itt le kell nyomni a párbeszédet, és akkor meg lesz, ezt már láttam a gameplay-eken. Úgyhogy ja, szóval a sztori egyelőre ott vagyunk. Én rohadtul kíváncsi, hogy kerül még egy alien a képbe. Annyi biztos. Úgyhogy lehet, hogy ki tudja, lehet, hogy volt még egy tojás, lerakott még egy tojás valahol, lehet, hogy nem tudom, megfertőzött egy androidot, és abból kelt ki, de a lényeg az, hogy lesz még egy alien a bázison, és egyrészt szeretnénk tudni, hogy mi történik, és hogy mi lesz. A sztori, nem tudom, hogy hány óra lesz a játékmenet, viszont azt tudom, hogy a sztori önmagában szerintem viszonylag érdekes, tehát ez a kiinduló pont részen, és remélhetőleg nem egy ilyen Colonial Marine szintű játékot kapok, andom meg én is néztem még a trailereket, hogy csináltak el, hogy mennyire ijesztő az Alien Isolation, néztem is gameplayeket, hát valószínűleg, hogy azért nem tudom ki, hogy vagytok vele, de én vágyom egy olyan alien játékra, hogy azt tudom újra fogni, és végre nem Alien vs. Predator, és nem ilyen Colonial Marines szintű játék, ami amúgy szerintem, ha kicsit odafigyeltek volna jobban rá, akkor egy ilyen remek játék lett volna. Annak, aki nem látta az Alien filmet, akkor csináljunk egy kis update-et, benne vagy megvanéni. Csináljunk egy kis update-et, szóval a történet ugye onnan indul az Alien bolygó neve halálból, hogy ez a bányászhajóval jelenleg tartunk a játékkal, az gyakorlatilag úton hazafelé egy rádiójelet fog el egy bolygóról, és további kivizsgálásra leszállnak a bolygóra, és ott találják meg az űrhajót, amit láttatok a Prometheusban, amit láthatatok a Prometheusban, egy olyan űrhajó találnak, és benne az adott hullával. És
This is a commercial vessel, Torrens, out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sebastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Whalen. You, Tony Bond, you're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers portside over. Az egyik tojáson meg kinyílik, látapod az emberkének az arcára, fölveszik az űrhajóra, és megpróbálják róla leszedni ezt a valamit, hogy belül kérdezni ilyen tojást. És egy idő után, hogy ez kell, hogy szokat elő az éjjel körül, beleesik róla a tojásra, nem ráfik róla ez a valami előtetett tojást, és minden rendbenek tűnik az illetővel, és akkor még station's comm seem pretty screwed up, so our fitted sound will suit with a radio booster. Ahogy ez lenni szokott, fogják és hát lassan eltűnik a, bocsánat, csak kicsit tűnik a sztorira. Tehát jelenleg készülünk átvenni a bázisra, és ez a lényeg. Szóval ahogy ez lenni szokott az éjjelben, szépen lassan a legészség egyébként depressurizing. Fuck. Hating this. Just shadow me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. I think you're worth a look, Ronnie. Not fuck happened here? My God, Ripley. You're doing good, Taylor. Just keep moving! Taylor Ripley, hold on! Samuels! Taylor! Respond! Anybody! Okay. És azt hiszem, én nagyon szeretem az ilyen űrözűrös jeleneteket a Death Space-ben, amikor kellett csinálni a hangulat és a csönd, ami körül, az nagyon-nagyon ijesztő tud lenni, és azt hiszem, hogy nagyon frankon megcsinálták a hangokat, tehát ügyeltek arra, hogy a hangok a szkafanderből jöjjenek igazából, és nem az űrből, tehát azért van hallhatósága, mert a szkafanderben van levegő gyakorlatilag, és az ugye továbbítja a rezgéseket, és így hallod a hangokat, és az űrben ügyeltek arra, hogy teljes csönd legyen, azt hiszem, hogy ez igazán értékelhető egy játéktól, mert azért még a filmekben sem szoktak erre figyelni, vegyük például ugye Star Wars-t, a harmadik részt, ahol indul egy ilyen epic csatával az egész, és hallasz minden hangot, közben nem kéne, csak hullékosságban kéne történni az egész, de persze akkor milyen lenne az egész, ugye. Nos, lássuk, hogy mit hoz nekünk az élet Ripley nénivel, vagy is a Holger Ripleyvel, aki a mellesek egész, nem mondom mit, nekrolétel, nem jó csaj, de jó, csaj, de jó. Nem bejön. Akkor itt. Find help. Okay. Mm-hmm. Jó van. Help. Change. Lerakjuk a scaffolder. Talán egy kicsit félek attól az ilyen kis vontató dolgoktól. Ragd le, ezt csinál meg, ez jó, hogy egy scaffolder lerakunk. Persze, az egyértelmű. És itt egy ajtó. Aha. Amit nagyon-nagyon tudok értékelni. Nem kell. If your enemies are nearby, uh-huh. Use registration points to manually save a new one. De registration pointnál vagyunk szerintem, akkor. Akkor jó. Na, amit nagyon tudok értékelni, hogy igen, lekoppintották a filmbéli űrbázist, és ez egy nagyon jó dolog, nagyon hangulatos, és idézik azt a, hát mikor készült az Alien, hát 86 környékén, így
így gyakorlatilag ugye, hát nem voltak tabletek, iPadok, tehát amint látjátok azért ez nem így kéne talán kinézzen a jövőben, de emiatt egy annyira sajátos hangulata van az egésznek, olyan kicsit emlékeztek, hogy az ilyen Cyberpunk ugye még nem lesz írja most. Nem, tehát a őszinte leszek veletek, azért az adrenalin szintem az mondhatom. Az adrenalin szintem mondhatom, hogy az egyébként az egérbe fog vágni. Honnan jöttél? Nem, nem. Jó, de aha, oké, nem tudom, hogy vissza. Akkor megyük erre, és... Hát elég, ebben a szempontból leszámítasz a kis intro, elég immediate lesz a játék, szóval... Őszintén szóval bejönni egy ilyen sötét bázisra az űrből, hát meg nem tudom, hogy... Ezt... Ja, itt körbe mentünk, oké, hát most ez van, sincs. Lehet, hogy tényleg amorra kell menni, erre jöttünk. Milyen meg fog mondani, hogy hofog van ez egy évén. Nézd. Ja, egyébként az Alienekről, aki hát jobban belemélyedt a Alien történetekbe, azt kell tudni, hogy azon kívül, hát rohadt nehéz elpusztítani azért, amit láttunk a bolygó neve alálban, vagy esetleg az alapékben, vagy ilyenekben, tehát ott olyan könnyedén írtják az Alieneket, mint a nem tudom, valójában, és mondjuk megölni sem könnyű. Nem buta állatok, tehát magas intelligencia szinten rendelkeznek. De tehát intelligencia szinten rendelkeznek, nem is kevésen, gyorsan tanulnak, és nagyon gyorsan alkalmazkodnak mindenhez. És amint alkalmazkodnak, annál nehezebb lesz őket kinyírni, tehát ez így többnyire a könyvekben van benne. A másik meg, hogy az űrben is túlélnek, úgyhogy lehet, hogy az a sztori, hogy hát valójában túlélte a Ripley által kiirtott Alien a dolgokat. Nem, ez egy survival horror szívem, úgyhogy itt minden lassú lesz és ijesztő. Jó, nagyon izgalmat. Oké, szóval azért az űrhajónak megvan a maga hangulata és elég beszaratos, és azt hiszem ez hiányzott az Alien játékokból, hogy meglegyen az a beszaratos hangulat. Újra féljünk az Alientől, mert így az elmúlt években médiája annyira, hogy is mondjam, tehát annyira lehúzta az Alien értékelhető vadállatot, vagy UFO-t, vagy valamit, amitől félni kell, hogy időben elkezdenek az emberek úgy nézni rá, mint hát az az állat, aki mindig meghal a filmekben, meg könnyű kiirtani, bár nem szeretném, hogyha lemészárolna minket. És, tehát így elvesztett az Alien a kicsit a hitelességét, az ijesztegetését, és ijesztegetős részét is remélhetőleg ezt most is sikerül visszaadni, mert alapvetően rohadtul szerintem egyik legijesztőbb film, amit a film és lény, amit a filmtörténetben tudtak csinálni. Szóval lesznek ilyen kis apró. Most mi a... Ezt előbb is csinálhatta volna, vagy nem most. Nem szerintem ide betartott Texas Terminál, lehet szerintem is semmi. Nem én szerintem... Ennyi? Nem mi kellett volna még egy ilyet? Azt hittem, hogy ez ugye a feladat lesz. Mr. Power.
Most minket nem érdekel. Szerintem jó, igen, hát az egész jó, hogy ott fel fogjuk majd felezni valószínűleg. Pedig nagyon jó hangulata van az egésznek. Ja, amúgy az űrhitelességre annyit, hogy azért az ember ki van az űrbe, igazából nem lát csillagokat, ezt így nem látja, hogy egy nagy feketeséget lát. Vissza, csináld ezt, fölösleges kör, történés. Most a valóságban valószínűleg biztosan nem tudtunk volna oda átjönni, ugyebár, és nem muszáj megkerülni egy teljes épületet ahhoz, hogy valami történjen. Na, ez kiderül, hogy így sincs semmi. Ne, ott, oda, megy. Flare, az kell, de hát az mi lesz? Ez se lehet semmit csinálni. De, most. De nem ugye az, mint az előző? De, valószínűleg itt is valami. Csak megnyomja azt a gombot, és akkor boldogok vagyunk. Ah, lehet Gameboy tolni. Na nem áll. Ennyi, nem? Most ez ilyen kiábrándító. De láthatsz ilyen... Na most ezért eljöttem ide. Hol a rákba lehet felvenni ezekkel a kapcsolatot? Ott van ez a ez szinte ugyanolyan terminál, mint az előző. Ott kezdődik. Ja, tehát itt ilyen különböző dolgokat tudhat meg a háttértartalmáról a játékoknak. Elmentjük a dolgokat. Lesz, ami lesz. Most, hölgyeim és uraim, órák keresése után rájöttünk, ahol kéne tovább jutni, de így elrejteni valamit a rohadék anyjukat nekik. Micsoda? Hát egy légzsilip féleség. Lépcső visszamenni. Az is lehet, hogy ez is zsák utca. Igen, látom. De... Hallok? Tuti, hogy itt ment el, és akkor jövök, csak kivegyünk a nyomával, és... És most nem ijedünk meg. Oké, jé... Elhagyjöttünk valamerre, na álljál fel. Hát, ha jól emlékszem a gameplay-be, akkor lehet itt látjuk meg először. És... meg a takkol. This whole damn place is falling apart. Hát nem tudom, meg a takkol. Hogy letámad-e? Hát, hogyha elbújunk, akkor nem. Ó, vedd még hangosabbra, kérlek. Hát meg kell egy a hangulatom. Ezt erre kell jönni meg, megint? Hogy...
Jesus. Mit kell csinálni? Hát menni. Ebben a játékban is menni kell. Na, hát most. Ennyi? Hát látta ezt az űrhajó? Igen, nem, igen. Nem tudom, kontaktolni igen, kell a dolgát. Igen, azt az űrhajóval kell venni kapcsolatot. Mennyi arra át? Ezen az átadikú helyet. Ez az űrhajó. Jó. Oh, nézd oda. Tudod már craftolni? Ja igen, kedves vagyom, sőt, lehet craftolni. Ha megtalálunk mindent, ami kell, akkor végre csináltunk egy medkitet, mert nem gyógyulunk. És az elég necces, ha nem gyógyulunk. Mondjuk párra mindegy, mert az alien nem lesz olyan, hogy ha most megsebezzek egy kicsit és nem halsz meg, hanem hagylak elvérezni, az valószínűleg szétszed minket elsőre, úgyhogy... Nekrelvesztette az élet a fejét, hát de igen, egy kurvokával az életem felé meg kerül, de mindegy, hát láthatok is ezt, ezek még nagyon jó. Nem nagyon vagyok az a gyűjtögetős, de... A kurva anyára... Nem most ember. Igen. Szóval nem nagyon vagyok az a gyűjtögetős, és úgy érzem, ebben a játékban gyűjtögetni kell. Úgyhogy, hát olyan gameplay-eket fogtok látni, ami igazi... challenge-ekkel fog számomra járni, meg részpillanatokkal, és nem azért, mert hogy az alien meg akar ölni, nem azért, mert nem fogok találni meg bizonyos dolgokat. Most akár hiszitek, akár nem, izgalmamban beszélek ennyit. A másik meg, hogy... mit akartam mondani? Nem tudom. Már én sem tudom, mit akartam mondani. Menj jobbra! Tehát azt akarom, hogy igazi challenge-ekkel fog járni nekem ez a játék. Ja, azért is, mert ugye nem nagyon találom az utat, és most kedves fényem, hogy uraim ilyen... Ilyen, ja igaz, ott a fény az alagút végén, de ott is van fény az alagút végén. Jó, de csak, hogy nem van. És ott meg egy lépcső fény. Van. Van meg egy lépcső van. De ez csak, hogy nem van az közelebb. Jó, szóval legalább, haha, 20 percünkre telt, hogy... 20 percünkre telt, hogy megtaláljuk azt a szaros kis alagutat. Ó, hullám. Ó, lezsákok, jó van. Átmentünk rá, nézd, megemelkedik. Elképesztő, jó kus. Akkor csak get through the main door. Aha, tehát akkor valószínűleg az lesz a main door, és hát akkor megint csak... ja, tehát most... Hát persze! Mert most ugye fölkevéljük a kapcsolatot az űrhajóval, ahonnan kiszálltunk, mert ők minket keresnek. De nem értem, minek kell végigvenni ezen a procedúrán, hiszen tiszta lesz, hogy amire fölveszünk vele a kapcsolatot, már rég eltűntek, főleg azért, mert sose találjuk meg az utat. Merre kéne menni? Anyu, elvesztem egy tetű nagy űrhajón. Ne kapkodj! Hát ebben a játékban akarnék se tudni. A ajtók, ezek a galaxis kalauz topusoknak, hogy nagyon boldog vagyok. Adom alá hangjuk. Na, restore power van. Restoroljad, random lenne a halva. Az ilyen izé részeknél, tehát annyira unalmas. Hogy nem biztos, hogy kedves nézők hallanak téged rendesen. Nagyon lényeges, fontos információt kell átadnod, akkor azt közelebb tennem a mikrofonba, hogy halljon mindenki. Jó, én nem tudom, hogy be egy balra. Tehát nem mentem balra.